Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott nagy bőtöt kívánok mindenkinek! Igen, elérkezett már. Ez a mai nap is a nagy bőtben, február 24-e. Sokan arra gondolnak, ez Mátyás napja, és erről eszünkbe jut a jégtörő Mátyás. Az időjárásban valóban szoktuk azt viccelődve mondani, hogyha nem talál jeget, majd csinál. Őszintén szólva látunk jeget is, látunk telet és tavaszt egyszerre, de nem csak az időjárásban, a társadalomban is. Nagyon is jelen van, hiszen egy évvel ezelőtt robbant ki az ukrán-orosz háború. És milyen szörnyű az, hogy látjuk az emberekben, az emberek életében azt a hidegséget, azt a félelmet, azt a szorongást, ami teljesen jogos, és van jég. De eszembe jutott az, hogy ilyenkor tavasszal látjuk a hóvirágokat, és egyik alkalommal láttam azt, hogy egy olyan helyen keresztül mehettem egy erdőben, ahol jég volt, nem is hó. És ahogy haladtam, láttam, hogy a kicsi hóvirágok áttörték a jeget. Méghozzá a kicsi fejükkel egy kis meleget, langyosságot tettek, és keresztül fúrták a fejüket a jegen. És valljuk be, hogy vannak jeges szívek. Vannak nagyon szorongó és nehéz helyzetek. Isten arra hív bennünket, hogy most még inkább figyeljünk rá. Mielőtt meghallgatnánk a mai evangéliumot, kérjük a Szent Lelket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, Lélek, hogy Te segítesz bennünket, és segíts, hogy Jézus szavát még inkább meghalljuk, és kövessük is azt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Olvasom a János evangéliuma 15. fejezet 9-től a 17-ig. Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. És hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Nagyon sok fontos szó van ebben a szakaszban. Én mégis kiemeltem egyet, illetve kettőt. Az első szó az, hogy megmaradni. Maradjatok bennem. Ez előző szakaszban a szőlőtűről volt szó. Megmaradni igazából Jézus szeretetében. Ahogy az Atya szereti őt, úgy szeret bennünket. Ebben a szeretetben kell maradni. És azt jelenti, hogy megmaradni az ő szeretetében. Nem másban. És hogyha az ő szeretete bennünk él, megmarad az ország.
Igen, gyakorlatilag sokan vannak, akik aggódnak, mi lesz velünk, elhúzódik ez a háború, hát ha valahogy ez kiterjed ránk. Vannak olyanok, akik már szinte megszokták, hát ott háborúznak, de itt béke van, és itt nyugalom. Azt merem mondani, hogy nem lehet ebben megnyugodni, imádkozni kell, hívni a Szent Lelket, mert közel a háború. A szomszédunkban van, sokan halnak meg, sokan szenvednek, és mi nem nyughatunk, hanem az a küldetésünk, hogy Jézus szeretetében maradjunk meg. És ahogy a hóvirág képes a jeget áttörni, mi is képesek vagyunk azzal a szeretettel, ahogy Jézus szeret bennünket. De hogy lehet megmaradni az ő szeretetében? Azt merem mondani, hogy talán úgy, hogy nem morgolódunk, nem mérgelődünk, nem zúgolódunk Istennel szemben, és nem kritizáljuk egymást, és nem gyűlölködünk itt házon belül, hanem törekszünk a békességre, az egyetértésre. Még akkor is, hogyha nem mindenben van nekem igazam, vagy a másiknak igaza. Keresni a békét, keresni a szeretet kapcsolatot. Isten nem azért küldte Jézus, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. És mi, mint tanítványai, ugyanezt kell, hogy tegyük. Amennyire csak rajtunk múlik, imádkoznunk kell. Imádkoznunk a térségért, az országért, a megtérésekért. Igen, most a megtérés ideje van. A mi megtérésünké, az ország megtérésé, Európa megtérésé. És ezt most komolyan kell vennünk. Nagy bőjt van. Péntek. Jézus szenvedésének a napja. Tudunk bőjtölni? Tudjuk követni Jézust? Tudunk szívből szeretni? Ha nem, kérjük Jézustól ezt az erőt, hogy növekedjünk a szeretetben, növekedjünk a hitben. Ő maga azt mondta, hogy ha bármit kérünk az ő nevében, megadja nekünk, de ehhez hit kell. És valljuk be, hogy még mindig gyengék vagyunk. Jézus türelmes, sokat ad, sok lehetőséget, de most itt az idő, hogy imádkozzunk. És hordozzuk ezt az országot, hordozzuk a népünket, és kérjük Istentől az ő irgalmát valamennyiünkre. Ezért most közösen imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy te olyan türelmes vagy, és lehetőséget adsz még nekünk. Kérünk, hogy a mi szívünk teljes mértékben térjen meg hozzád, és szívből, lélekből, értelemből teljes mértékben tudjunk téged szeretni, és téged követni. Jézus, kérünk, küld el nekünk a Szentlélek ajándékát. És kérünk, Szentlélek, erősíts meg bennünket az igazi Krisztushoz térésben. Jöjj, Szentlélek, add erődet, hogy a te örömöddel meg tudjuk változtatni a környezetünket, hogy békében és hitben tudjunk élni, és rajtunk keresztül a jég, a szívek jege olvadozzon, és kiáradjon a te jelenléted és szereteted az egész országra és Európára egyaránt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.